Elemzők szerint az üzleti körök és a politika leszámolása zajlik ma Magyarországon. Hogy ez mennyire rontja tovább a politika megítélését a társadalomban, és hogy a mostani futball sikerek begyógyíthatják-e ezeket a sebeket, arról Kéri Lászlót kérdezzük. Akit most azért láthatnak itt, mert mintha Kéri Lászlót az Egyenes beszédben, mert hogy ma nincs meccs. Jó estét kívánok! Jó estét. Mert hogy oda van láncolva a fotelhoz, a tévékészülék elé, és amíg az EB tart, addig megmondta, hogy ne is hívjuk, mert ki se mozdul otthonról. Ekkora foci rajongók? Hát de én a 62-es VB gyerekkoromban az volt az első, ami már beleérett a televíziózás korába. Már azt is néztem, éjszakánként fönnmaradtam az idő eltolódás miatt, ugye Chilébe volt a VB. Igen, nem voltam még 11 voltam, és akkor már azt a VB-t végignéztem, és azóta igyekszem minden ilyen rendezvényt végignézni. Hát és most ezért hívott engem. Nem, mert hogy... Elmesélem egyébként azóta, hogy milyen jó meccsek voltak. Mindenképpen a jó meccseket mesélj el egy pár évtizedre visszamenőleg. Különösen úgy mindannyiunknak, akiknek azért az elmúlt évtizedekben jó magyar meccs nem nagyon adatott meg jó magyar külföldi szereplés, mármint hogy rangadon való szereplés. És most van egy egészen eufórikus állapot az országban, amit megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon jó átélni. Tehát nagyon jó azt látni, hogy ennyi ember egy valamiért végre örül, nem utálja egymást, nem gyűlölködik. És egy költői kérdésként tettük fel a kollégáimmal a beszélgetésünk bevezetőjeként azt, hogy vajon ez a közös öröm, amit most a magyar válogatott szerzett nekünk, ezt tud egy kicsit a nép lélektanunkon, egy kicsit a hétköznapi életünkön is javítani és jobbítani. Lesz ennek? Tud, nem is keveset, sokat. És ha még egy fordulót mennének, még többet tudna. Egyrészt a lelke mélyén a focihoz valamelyest értők, akik ismerik a nemzetközi színvonalat is, azért úgy engedték el ezt a válogatottat, még ha szeretik is, hogy azért jó lenne nem nagyot égni. Abszolút. Bárkit megkérdezett volna, ha azt mondják, hogy csoport elsőként végzünk, akkor egy ilyen elfogult őrültnek tartotta volna, és akkor ez most realitás lett. Legyünk is büszkék rá, és örüljünk is neki, és az, hogy erre a... Másképp kezdem. Szóval tizenvalány éve, de 2002-től hozzászoktunk, és sajnos természetessé vált a politikai megosztottság, hogy azonnal beazonosítják egymást, milyen tévét néz, mit olvas, milyen fontos neki. Kezdődött az, hogy van-e rajta kokárda. Igen, ez ugye nagyon hosszú, 14 év után hozzászoktunk az őrület természetességhez. Most tulajdonképpen ilyen értelemben helyreáll a normalitás. Tehát akik ezen csodálkoznak, és egy kicsit aggódnak tőle, meg hogy majd az manipuláció, meg majd kihasználja a kormány, ugyan. Szóval kell örülni annak, hogy valami visszaborul erre a fajta természetessé vált abnormalitásnak, polarizációnak, és nem vagy-vagy ez, hanem elférnek ezek egymás mellett. Ettől még nem fognak megszűnni az alapvető problémák, ettől még biztos persze próbálkozik majd főleg személyesen Orbán Viktor vele, meg csatlósai különösen, hogy összekössék a politikai sikerekkel, mert velük mindig csak siker tudott történni egyébként is. Hát emlékezett olyanra, hogy a magyar gazdaság nem sikeres? Hát hiába derül ki, hogy az utolsó előtti adataink vannak a 27 ország közül, akkor is sikereink vannak. Szóval nem fogja ezt kiváltani, de hadd legyen nekünk örömünk. Hadd örüljünk annak, hogy elég sok rosszat hallhatunk az országról az elmúlt években. Tessék már örülni annak, hogy valami olyat is hallhatunk, aminek lehet örülni. Én még arra is gondoltam, hogy ebbéli örömünkből kiindulva, hogy valami pozitív sok érte most a társadalmat. Igen. És hogy ennek a pozitív soknak lehet-e egy olyan ébresztő hatása, hogy legyünk egy kicsit szolidárisabbak, ne forduljunk magunk, úgyis minden rossz, meg nem érdekel a foci se, semmi se, politika se, minden rossz ebbe az országban. Tehát, hogy van most egy, volt eddig, vagy nem tudom, hogy múlt idő, tehát most van egy pozitív sok, ettől nyilván nem fog senki jobban élni, többet keresni, a szegények nem fognak meggazdagodni, a gyereket nem veszik fel az iskolába, tehát nem ilyen hatásokra gondolok értelemszerűen, hanem hogy egy
kicsit fölráz minket ez az öröm, ez a boldogság, hogy figyeljünk jobban egymásra, legyünk szolidáris, nem mondjuk azt, hogy nem érdekel a politika, de érdekeljen a politika, bosszancson, ha ellopják a pénzemet, ha kell, menjek ki az utcára, tegyek a sorsomért valamit. Lehet ilyen hatás, vagy túl optimista vagyok? Lehet ilyen hatása, attól is függ, hogy hogyan kapcsolódik össze a későbbiekkel. Ne felejtse, hogy alig, hogy lecseng az EB, augusztus 5-től 20-ig olimpia lesz. Olimpia. És ha netántán az is úgy jutne be, hogy lenne néhány váratlan siker, és megint szembesülnénk azzal, hogy a világ 210 országa közül mitén abba a 10-be tartozunk, ahova egyébként olimpiák sorozatában tartoztunk, akkor kaphatna ilyen erősítést. De szerintem rá is férne erre az országra, és nem is elvenni nagyon, ezt az örömet, nagyon. Mert azért 2006-tól egy összefüggő kudarc sorozat. Szociálisan is, gazdaságilag is, politikailag is. Egyszer ennek már véget kéne vetni valaminek, kell lenni egy lélektani ugrópontnak. Ha ez lesz, én nem fogom bánni. Tehát amit így előrevetített, hogy akár ez is lehetne, hát legyen. Ezért nem is örülök azoknak, akik el akarják venni ezt az örömet, de nem kell azt hinni, hogy ez csak politikailag lehet értelmezni, mert ezt normálisan. Ne, teljesen normálisan, és azért mentem már tovább, tehát hogy nem maradtam meg azon a szinten, hogy vajon ebből most az jön-e ki, hogy ugye jó volt stadiont építeni, ugye nem a stadion miatt van ez, mert ez a nagyon jó, akkor belefeszül a szokásos szín, szerintem, és azért léptem ezen túl, hogy ez a össznépi öröm, jó érzés adhat egy olyan lökést az egész társadalomnak, amitől egy kicsit boldogabb, vagy keresi. Hát ha van olyan idióta, aki azt hiszi, hogy Gera Zoli azért találja, úgy élt elírüsztel, és úgy lövi ki, mert hogy Orbán Viktor ott volt, és ha nincs ott, akkor nem találja, azzal nincs mit kezdeni. Na jó, se hogy a politika se megpróbál néha jó, én értem. Tehát aki magyarázni. Azt hiszi, hogy ennek köszönhető, azzal sincs mit kezdeni, aki meg erre gondol azonnal, hogy nem örülök neki, mert ott van az általa utált Orbán, és azzal se tudok mit kezdeni. Tehát hagyjuk ezt szerintem. Bízzanak a normális emberi reakcióba. Ez például, hogy ilyen öröm van, és ilyen kollektív öröm, és ilyen szilveszterként élik meg. Igenis, az elfojtott kudarcok sorozata után sokkal nagyobb ez a kollektív öröm igény, mert nem emlékezett ilyenre. Neki kollektív örömet már nagyon régóta csak politikailag állítottak elő. Egy választás éjszakáján az ott lévők örültek a győzelemnek. Igen, tudta, hogy persze ő örül a tábornak, de tudta, hogy ez a 20-30 semmire kellőnek az öröme, de abból neki ezek után nem lesz semmi. Szóval szerintem hagyjuk ezt, ne is keverjük össze a politikai részével. Össze fogják ezt keverni mások, és akkor majd elegánsan rázzuk le. Persze. Én mondom, a politikával csak úgy keverem össze, vagy hozom össze, nem keverem össze, hogy még talán azt is belemerem képzelni, hogy az emberek még inkább érdeklődőbbek lesznek a politikai kérdések iránt, mert hogy a saját életük egyébként erről szól, vagy ezt befolyásolja az ő saját életüket is. Mondjuk mindjárt egy példát. Uh-huh. Tehát az, hogy Portik Tamás mit mond a bírósági tárgyaláson, hogy az 5. kerületben állítása szerint úgy mentek a dolgok, hogy áron alul becsültek fel ingatlanokat, Rogán Antalt hozta ezzel kapcsolatban, meg 10 millió forintnyi eurót emlegetett, amit át kellett adni Rogán Antalt. Aztán itt van, hogy Spéder Zoltán miért volt eddig nagy kedvenc, aztán mit csinálhatott, és amikor az összegek elhangoznak, meg egyáltalán az, hogy hú, tudod, a nem tudom, 128 millióért megvett szobakonyha, akkor én, akikkel beszéltem, azok többsége azt mondta, hogy én ezt már föl se tudom fogni, ezt az összeget. Tehát, hogy ezek a szintek sokszor megmaradnak, és évek óta megmaradnak azon a polcon, hogy ó, hát ez ott az uraknak a mulatság, az a 100 milliós, meg az 1 milliárdos, és nekünk az nincs közünk, és nem is érdekel. Nem? Tehát, hogy lopnak, és ez így beletörődik. Nem, ezt egész mindenki. Másképp látom ezt az egészet, de akkor kezdjük a végén, ahova ki akartam volna lyukadni, hogyha vissza végigmondom az enyémet. Amit ön érzékel, hogy immunissá válnak az emberek, egy idő után már bármennyit lehet lopni, már nem érdekli. Ez bizonyosokig érthető, és védeném is a közvéleményt, mert számoljon, gondoljon csak bele. Tavaly február óta, a Simicska botrány óta eltett 16 hónap. Egyszer kitöltötte olyan néhány hónapig a Simicska, hogy gyorsan rátolódott a Questor, Budakest, Hungaro, nem tudom már, szóval
nincs is vége, mert most ugye újra kezdődne, ha lenne tárgyalás, meg ennyi meg, de ennek se tudjuk a végét, mint hogy a Simicska ügynek se tudjuk a végét. Majd még ezek be se fejeződnek, jön a Matolcsi ügy, ami valószínűleg belülről dobhatták ezt föl, ezt se nagyon látjuk át, de jönnek a 100 milliárdok, azt akarom magának mondani. Igen, én is. Tehát, hogy 16 hónap alatt négy ilyen ügy egymásra torlódik, és minden egy 100 milliárdos összegekről van szó. Szóval egyiket sem látja át a közvélemény. De immun is a 100 milliárdokkal kapcsolatban a közvélemény? Ezt akarom mondani, hogy ez az egyik levonható következmény, a másik pedig az, hogy rögzül, és 16 hónap nagyon, hogy úristen, ezeket semmi más nem érdekelte ezekben az években, csak a milliárdok, és most már ott járnak, mert valószínűleg belülről kipattanó botrányokról van szó, mert azért olyan információk jegyében pattannak ki ezek a botrányok, amiket kívülről mondjuk az ellenzék nagyon nehezen tudott volna. Hát a Tóth nevű képviselő már mióta követelte ezeket a dolgokat, igen, amivel nem törődött senki, de ha belőle egymásnak ugranak, akkor rögtön más a helyzet. Szóval azt akarom mondani, hogy ennek lehet egy egész más olvasata is. Az, hogyha folyamatosan, és azért mondom, hogy 16 hónap alatt négy ekkora ügy 100 milliárdos csomagokkal megtoldva összeáll egy alaptörténeté, akkor még az elkötelezett híveknek is azt mondhatja, hogy én az egykori 2.780.000 Fidesz szavazó, aki rád szavaztam, tessék már velem is törődni, de csak az, hogy ki fogja ellopni a következő milliárdot egymástól. Tehát azért sokkal összetettebb ez az egész annál, mint hogy azon az egyetlen vágányon haladjunk, hogy csak így lehet ezt értelmezni. Sokféleképpen lehet értelmezni, és bízom abban, hogy Magyarország népének döntő többsége nem, szóval elég realista az, hogy meg tudja ítélni, még ha nem tudja megítélni a milliárdot a millióhoz, meg a százezerhez képest a 100 milliárdot, főleg nem tudja megítélni, de azért az alaptörténetet, hogy mi van? Másfél éve más se hallok tőletek, hogy ki lopta a másik elől, meg aki a harmadik ellopta, azt most vissza tudja ellopni, meg minden. Mi közön van nekem ehhez? Nagyon, ennyi tőletek a rendszerváltás rendszere, vagy megragad, nemzeti együttműködés rendszer. Igen. Nagyon megragad bennem az a gondolat menete, amit legutóbb vázolt itt fel az egyenes beszédben, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványairól kérdeztem, hogy ez nem egy egetre vagy a Fidesz rengető botrány, és nem is fog, mert hogy ez csak egy, az pénzelosztás, az újkori pénzelosztás közül, amikor ezt levezette több pontban. A mostani Spéder ügy, ez is ennek a pénzelosztásnak. Abszolút ugyanez. Amikor önné voltam, akkor 7-8-at mondtam, és többen letoltak utána, hogy miért nem mondtam az MMA-t, a feketét, miért nem ezt, és aztán tényleg legalább 14-15 ilyen nagy központ van, ez is ugyanez a központ, de akkor ezt, hogyha van még annyi idő, van, hogy szedjük három fele a gazdasági részét, a politikai részét és a média részét. A gazdasági része az azért fontos Péter Zoltán esetében, mert 2010-től történt a gazdaságban egy olyan fordulat, amire előtte 20 évig nem volt példa, hogy a bankszféra egésze, amik addig szép csöndben volt, épült többnyire külföldiek kezébe, szép, hűvös, jó légkondicionált székházakban, elegáns emberek intézték a dolgokat, a magyar társadalom 95%-a távol nézte ezt az egészet, hogy ez micsoda, nem volt politikai ügy, kivéve egyszer a Kulcsár Attila, de ezt most hagyjuk, arra se tudunk semmit, persze. Azóta sem. De a 2010-es fordulat után a bankszféra egésze két nagyon fontos dologban központi politikai kérdésé vált, és gazdaságpolitikai kérdésben. És Péter Zoltán mind a kettőben kulcsszereplő volt, csak nem látta mindenki, aki értett hozzá. Az egyik az, hogy deklarálta Orbán Viktor, és elmondta sokszor, hogy szeretné, ha ebben a kormányzati ciklusban, de 5 éven belül 50% fölé nőne a Magyar Bank tulajdonos részesedés. A másik, hogy a bankok legyenek első számú teherviselői meg a közterheknek, mert hogy eddig csak kivitték a profitjukat, és tessék részt venni, és bevezették azokat a bankadókat, ami Európában kirívóan a legnagyobb volt minden. Mind a két dologban Spéder Zoltánnak és az általa egyre jobban megnövelt pénzügyi birodalomnak, mert terjeszkedett, kulcs szerepe volt. Tehát abban a kiszemelt szerepkörben is, hogy kik lesznek az 50%-os magyar
részesedésnek majd a nevesíthető részesei ott is, hát ezt most megírta elég jól a sajtó, és hát a másik mércetben is, mert azért például az ő pénzügyi birodalma nem részesült olyan közterviselésben, hanem folyamatosan mentességet kapott, mert írták maguknak a jogszabályokat, hogy hogyan kaphat ezt. És ilyen előzmények után mi történt ezzel az hát emberrel? Egyrészt az, hogy a többiek berágtak, hogy a rohadt életbétét éve fizetjük a bankadót. Igen, de nem voltak olyan hangosak, mert érdekes, Patai Mihálytól kezdve hányan ébrednek most, hogy Éli Matolcsi, valaki szerintem rohadt boldog, hogy végre most már nem az ő 100 milliárdjairól van szó, hanem egy másik ilyen újraelosztó központ 100 milliárdjár, és szerintem ilyen élharcos is ebbe. Csányi kicsit csöndben, de azért őnek is rohadt elege volt más Péderből, ezt tudjuk ezerféle forrásból, hogy hát a magyar tulajdon az nőjön meg, de már fiúk, nehogy az én nyakamra nőjetek, hát én vagyok a magyar rendszerváltás, hát majd egyszer megírják magyar rendszerváltás történetet, ki a franc lesz az az Antal József, meg Orbán Viktor, meg Meggyesi, meg Gyurcsány, ezek a felejthető csereszabados miniszterelnök, na de csak egy legény volt a Jász vidéken, a Csányi Sándor. Hát az egyetlen kontinuós elem a rendszerváltásban végig nézi, kormányok jöttek, mentek, az ő birodalma, az ő pozíciója sohasem gyöngült. És ez de a fontos... Fóta... Az övé azért igen. És hát azért most igen, de itt a kezdődik. Péter sokat a, igen, de 2010 látott. Után pont ez a két tényező, ez a magyar tulajdon és Na, szóval nem akarok én nagyon hosszan időzni, csak ez az egyik a gazdasági metszet, hogy a bank szféra két szempontból is alapvető lett, és mind a kettőben Spéder Zoltánnak kult szerepe volt, és ez a kult szerep egyre erősebb volt, és ez egy idő után nem csak azt a Demjánt, aki első pillanattól és nyilvánosan is tiltakozott, ahogy intézték ezt a takarék ügyeket, és hát ahogy intézték, hogy ugye megvoltak a kliensek a kormánynál, meg a frakcióban, hogy jogilag intézték, úgyhogy nem lehet megbukni. Magunknak írtuk a jogszabályokat, ugye ismerjük, ez sok ilyen volt már, és akkor hirtelen mindenkinek elege lett belőle. Elege volt a teherviselő bankoknak, elege volt Csányinak, elege volt... Hogy gyűlt az elégedetleneknek a hata, valaminek nem, ezért ígértem magának még két metszetet, a politikait és a média metszetet is, hogy ez volt az első, ez a Spéder szerep és a Spéder háló megerősödése, ami ott belül a gazdasági szférában, de főleg a bankszférában azért egyre jobban bántotta a csőrét ottan azoknak, akik eddig megvoltak ilyen erős konkurencia nélkül, mert a másik a politikai metszet, hogy Spéder Zoltán és a hálózata, az a Fideszen belül az a második generáció, tehát vannak ezek a, hát most írni, nem kell ilyen magamat reklámozni, kell nekem írni hetente ilyen blogokat, és akkor igen, pont igen. Ezeket írtam, hogy van ez a kifáradt fantaszták, ez a, ugye az uralkodó, elit ez a kövértől Áderen át Orbán, szóval ez az egész alapító brancsnál, szóval maradjunk benne, akik azért önmagukba kormányozni nem nagyon tudnának, és maguk mellé kóptálták 2010-től látványosan ezt a Tanyasi Jappi, ezt a náluk 15 évvel fiatalabb garnitúrát, aki a megszólalásig olyan, mint a londoni, a bostoni, a New Yorki, washingtoni Jappi, hogy mindent tud a pénzvilágról, mindent tud arról, hogy hogy kell kinyírni az ellenfelét, hogy egy millióból hogy lesz egy milliárd, mindent tud. Egy apró probléma, hogy a megszólalásig hasonlít, de aztán megszólal. És akkor derül ki, hogy Tanyasi tudja. És akkor ez a tanyasiság, ez leginkább egy ilyen külsődlegesség, hogy ilyen, árvalányhajas, vagy újkori árjalányhajas legyen, hogy akkor legyen neki nemzeti karaktere. Szóval ez a garnitúra szövetséget kötött, és megoldja a napi végrehajtást minden szinten, a gazdasági életben, az agráriumban, az oktatásban, egyébként mindenütt, és a két generáció között úgy látom, hogy 2014-ig erős szövetség volt ez a most. Ez a kifáradt fantaszták meg a Tanyasi Jappik, és azt hiszem, hogy ezek ideje előtte elkezdték feszegetni az utódlási kérdést. És látható módon ez a... Most jönnek a Tanyasiak. Igen, mert hogyha nézi a mozgás egészét, ez a Lázár kontra Rogán, erről annyit írtak már. Csatározás, ez már bizonyosokig az Orbán utáni korszakra való felkészülés, bár a legutolsó kongresszuson vagy hol mondta nekik így hegykén odavetve, hogy hát azért én még maradok
egy ideig, ti próbálkoztatok, hogy melyik lesz az utód, de majd azt is valószínűleg én fogom eldönteni. Na, ebben a meccsben a Spéder-féle hálózatnak halatlan fontos szerepe van. És nem véletlenül feszegetik ezt mindenütt, hogy ez a Lázár-féle hálóhoz köthető mindenképpen. Illetve ha nézi, most a harmadik hete, mai heti lapok, meg még majd holnap az is, 3 hét alatt a 6 heti lap durván egy olyan 12 nagyobb elemzést adott körre erről a Spéder ügyről, és azért ez a 12 elemzés együtt iszonyú erővel tolja a Lázár politikai terénumára a Spéder csoportot. Tehát ebben a második meccsetben azt akarom mondani, van még ennyi idő, hogy a Spéder-féle szerepet, megerősödés nem csak gazdaságilag, hanem ma már elsősorban politikailag is lehetett értelmezni, és ez kicsiben ugyanaz, mint a Simicska volt nagyban. Tehát, hogy jött egy csoport, amelyik az én kegyemből, az én jogszabályaimmal, az én privilégiumai de nőtt az egekbe, de hát túl nagyra nőtt, és akkor ahogy én engedtem, hogy fölnőjön, ahogy néztem, hogy meddig tud terjeszkedni, láttuk, hogy nagyszerűen terjeszkedik, mintha csak én csinálnám, de azért inkább én csinálom még, úgyhogy fiacskám, kotorjál vissza a Sámlira, és menj vissza az asztalra. Köszönöm, hogy szép nagy médiabirodalmat is építettek. Na, és itt jön a harmadik elem, és így kapcsolódnak össze, mert ugye ezt kérdezte eredetileg. Igen. Amikor még hagytam magát szóhoz jutni, hogy vannak ezek együtt, hogy azért most tört ki 2016 késő tavaszán vagy koranyarán, mert a gazdasági konfliktusok, a politikai konfliktusok és a médiapiac újraelosztása és újraszervezése körüli összeértek, és pont ez a csoport mindenütt ott volt. Túl sok lett ez a Takarékbank, FHB, Magyar Posta tengely együtt úgy már oda nőtt a Csányi nyakára, aki eddig, hogy messziről nézte a VIP-páholyból ott az elsősorban levőket, és ott jól vannak, de arról nem volt szó, hogy följönnek a VIP-páholyba, főleg nem, hogy az én helyemre. Tehát és sok akkor, lett azoknak a száma és akkor köre, most már nem csak a Csányit idegesíti, ezek lehetnek királycsinálók is, miközben igen, én vagyok a király, és még baj. A Habonynak sem tetszik, tehát hogy ez igen, és akkor jön a harmadik elem, hogy a médiapiac újraosztása, látszik, hogy ennek a Habony Rugán dúónak, vagy még ki tudja, kik még Andy Vajna, hogy ez a trió tagja, vagy ottán dublőr, ez a végül is a lehetség probléma, de hogy az elosztásban nagyon fontos kulcspozíciók vannak, és az Index, az most már ezt fölfogta a Fidesz is, hogy választás nyerni, internetes háttér nélkül, és hogy abban az Index a legnagyobb, és hogy nincs idő kitermelni 2 év alatt egy ugyanekkorát, mert próbálkoznak ilyen 8-8-8-ak, meg faktor, meg minden ilyen, tehát a híveknek valóva, hogy hagy olvassa még egyszer azt, amit már százszor hallott, tehát azért az Index nagy falat. A magyar médiában valljuk be, hogy az a legnagyobb falat. Ősi nagy falat. És hogyha mindenkinek útba lett hirtelen a Spéder csoport, a Csányéknak, a Matolcsinak is, mert nem tudta begyümöszölni a bankfelügyelet alá, vagy ez az ideológia, de valószínűleg másról van szó, meg mondom, baromira boldog, hogy végre már nem róla beszélnek, meg még ez a generációváltás elsietett lett volna, mert a Spéder hálója, és itt a lényeg a háló, hogy ez nagyon sok ember, és ezek az emberek ott vannak a Nemzeti Banktól, a kormányzati hivatalokig, mindent, mondom, kicsiben a Simicska modellt lássa, egy másik generáció valódi. Tehát amikor 3 összeérik, akkor látható módon, hogy hirtelen felforr a politikai nagyüzem, a kegyencből hirtelen kiátkozott fiú lesz, és nincs vége ennek az egésznek, de azért egy tanúsága van, az egy perc, még belefér, nem? Az, hogy Orbán nem tudja uralni az általa irányított és elengedett szférákat, hanem össze-vissza kapkod közöttük. Ez a nagy tanúság. Hát én most egy kicsit világosabb a kép, de hogy sötétül-e vagy hát, még villá... Hát, másfél órám lenne ha, erre. Igen. Hogy a jövőben ez a kép világosodik-e, azt mondjam. Nem, egyre sötétebb lesz, köszönöm, és egyre több csoport ugrik egymásnak, most úgy látom. Köszönöm, önöknek pedig a figyelmet.